Pozsgafi Közbirtokosság 2019-ben telepített málna ültetvényében vagyunk, Sikaszóba, Felső Bakóba, ahol egy 5 hektáros málna ültetvény van, fekete áfonya van még egy 80 áros parcellába ültetve, a tavaly ősszel lett az telepítve, 5 fajtát raktunk kísérleti jelleggel egyelőre, hogy hallám a későbbiekben melyik fajta válna be gazdaságilag és úgy, mint klimatizációs szempontot figyelembe véve. A fertődi zamatos fajtát használták telepítés céljából, ugyanis kóstolás alapján ez a fajta minősült a legjobb betartalmi értékkel bíró fajtának, és további egyszertermű fajták mellett inkább ez volt, ami anyaországi származású, tehát fertődön nemesített fajta, és nagyon jól aklimatizálódó fajta, jó szaporodó képességgel bír, az itteni klímát szinte kedveli, lehet mondani. Az ültetvényben alkalmazott fajtából a feldolgozóba, ami a közbirtokosságnak az egyik vállalata, az Etabir szerelé, különböző gyümölcsleveket párosítva, illetve natur préselésű levet is értékesít. A kísérleti szakaszt követően majd az áfonyából is, amelyik a legígéretesebb fajtának mutatkozik, abból a jövőre nézve szeretnénk még pályázati lehetőségeket kihasználva, kiaknázva, vagy pedig, ha éppen az önköltség engedi, önerőből létesíteni nagyobb ültetvényt, egybefüggő ültetvényt, ami persze korszerűen ellátva öntözőrendszerrel, geotextíliával lefedve a gyomosodást, ugyanis ez ugye nagy mértékben meggátolja. A málna ültetvény az idei esztendőben, a 2022-es esztendőben viszonylag jól szerepelt. A nagy szárazság ellenére sikerült a korszerű öntözőrendszernek köszönhetően sikerült a megfelelő mennyiségű vizet biztosítanunk az ültetvény számára. Így maximálisan meg vagyunk elégedve, tehát ami elvárt mennyiség volt, esztimálva volt a tél, illetve a tavasz folyamán, azt szerencsére sikerült is leszedni, begyűjteni. Tehát 10 tonna körül járunk jelenleg, azonban a jövőt illetően szeretnénk, hogyha az ültetvény egy homogén ültetvényé válna, és bármely pontjába megyünk az ültetvénynek, ugyanannyi termésre ezt tudjuk számítani.